A Bán Zsigmond Református óvoda közreműködésével egy 300 órás dajkaképző tanfolyam fejeződött be az elmúlt héten. A vizsga napján március 6-án beszélgettünk a képzésben résztvevő két óvodapedagógussal, Fegyvernekini Varga Erzsébettel és Potyéné Kaszás Magdolnával. Két óvónénivel van alkalmam beszélgetni, akik egy különleges helyzetben voltak ma, mint vizsgabizottsági tagok, elnökök vettek részt Daduskák, Dajkáknak a vizsgáztatásában. Erzsike, hagyd kérjek valamit, ki szervezte, mi volt ez a képzés, mennyi ideig tartott? Az IOSZIA szervezte, ez egy gyöngyösi felnőtt képző iskola. Ugye hallottuk már arról, hogy megváltozott a felnőtt oktatási törvény, és így sokkal több időbe telt, míg levizsgáztak ezek a tanulók, majdnem egy évet tanultak. Magdika Potyéné Kaszás Magdolna vezette a tanfolyamot, ő volt az elméleti oktatójuk, mindent megtanított nekik, amire elméletben szükségük volt, és akkor utána jelentkeztek be hozzánk ide a Bán Zsigmond Református óvodába gyakorlatra. Itt 6 hetet töltöttek, ebből volt egyéni gyakorlat, illetve volt irányított gyakorlat is, amikor együtt nézték meg az intézményt, illetve beszélgettünk az intézmény programjáról. Nagyon ügyesek voltak a tanulók, mindent kipróbálhattak, minden tevékenységben részt vehettek, amit az elméleti oktatáson megtanultak. Megosztottuk, az elmélet volt először, utána jött egy 3 hetes gyakorlati időszak, megnéztem, megkaptam az elméleti naplót, hogy mit tanultak a képzőben a kis dajkák, így neveztük őket, és ez szerint adtam a feladatot nekik itt az óvodában. Hány fő képzése zajlott ennek a tanfolyamnak a keretében? 16 fő képzése folyt ennek a tanfolyamnak a keretében, illetve van még egy másik csoportja Magdikának, aki majd 27-én, március 27-én vizsgáznak, ott 12 fő fog majd vizsgázni. A tanfolyam tagjai ők honnan kerültek ide? Valahol jelentkezniük kellett, természetesen tiszafürediek voltak, térségbeliek voltak. Zömében tiszafürediek voltak, és 4-5 tanuló volt vidéki. Magdika, hadd kérjünk valamit erről az elméleti felkészülésről. Mi mindent kell tudnia, tanulnia egy dajkának? Hát én tulajdonképpen a szakmai részét vállaltam, tehát pedagógia, pszichológia volt, munkajog, óvodai szerkezetről tanultak, gondozási feladatokról, aztán mi volt még, egészségügyi része volt, takarítási feladatok. Tehát átölelte egy mai igen képzett dajkának a feladatait. Jó hosszú gyakorlatuk volt, meg hosszú volt az elméleti rész is, úgyhogy rengeteg mindenre jutott idő. Magát az elméleti anyagot azt önnek kellett összeállítani, kiválogatni, vagy volt itt valami segítség, nem, hogy mi minden legyen? Nem, kaptuk az intézménytől a segítséget, a tananyagot, és hát amit tudtam, még én hozzáraktam nyilván a 40 éves óvónői gyakorlatomból, úgyhogy próbáltam élményt újsátenni, hogy ne legyen olyan száraz az anyag, úgyhogy itt mondók a gyakorlás, dráma, játék, minden be volt vetve, annak érdekében, hogy tudjam őket motiválni, mert hiszen 300 órát tanultunk, és elég kemény tananyag volt, különösen az első modulnál, de nagyon jól teljesített a csoport, úgyhogy rettentő büszke vagyok rájuk. Ön biztosan az megismerte azért őket, ez a 300 óra, ez tényleg hosszú idő. Milyen fajta előtanulmánya, képzettséggel rendelkezett a csoport? Tehát hát itt 8 általános végeztek, és ez egy első szakma volt a számukra, nem, vagy? Nem. Itt sok érettségizett is volt a csoportban, és a 10 osztály az tulajdonképpen a felvételi elbeszélgetésen már követelmény volt, hogy legalább 10 osztály, mert nagyon nehéz tananyagot tanultak. Szóval én, amikor megismertettem a tananyaggal, azt mondtam le a kalappal. Szóval annyira sokrétű és annyira kiterjedt volt mindenre. Úgyhogy
nehéz volt. Az a bizonyítvány, amit majd nem tudom én önöknek vagy a képzőintézménynek kell aláírni, az végül is milyen szintű ismeretet, tudást biztosít? Én az OK-s vizsgákat ismerem. Szakmunkás bizonyítványt kapnak, igen. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy részt vettem ezen a tanfolyamon, ezt Erzsikének köszönhetem. Más elfoglaltság miatt adta át nekem ezt a részét, és nekem így az első ilyen felnőttekkel foglalkozó tanfolyamon volt, de nagyon élveztem. Mondta ő, hogy te biztosan fogod élvezni, úgyhogy kicsit hosszú volt, de én magam is élveztem, és szerintem ezt látták a diákok rajtam. Az elméleti képzést azt hol tartották, hol volt helyre? A gimnázium kollégiumában tartottuk, mert sokszor két teremben is folyt a képzés. Tehát más tanárok is foglalkoztak ezzel a csoporttal, és mivel két csoport van, ezért sokan voltunk, igen. Ott önnek milyen, megoldani. Bocsánat, önnek milyen élményei maradtak meg? Említette, hogy először vett részt felnőtt képzésben. Hát, mit tanult esetleg? Mert a tanár is mindig tanul munka közben. Azt tudtam, hogy vezetőkoromban is a felnőttekkel bánni egészen más dolog, mint a kisgyermekekkel. Gyerekcsoportban én könnyedében boldogulok, úgy őszintén megmondom, de igyekeztem az első időkben annyira motiválni őket erre a szép szakmára, hogy sikerült megnyernem őket teljesen magam mellé állítani, és igyekeztem úgy kezelni őket, mivel én voltam a rangidős, ugye nem volt nehéz, mintha a gyerekeim lennének, hiszen sok fiatal volt a csoportban. És mivel általában toleráns vagyok, így nagyon akartam, hogy megkedveltessem ezt a területet velük, mert hát mindenki munkanélküli. És igyekeztem nagyon motiválni, főleg a fiatalokat, hogy tessék tovább tanulni. Akiben felfedeztem egy csöpp kis pedagógiai érzéket, azt állandóan unszoltam, hogy tessék tovább menni, ne ragadj meg, nem biztos, hogy kapsz állást ezzel a végzettséggel, de ne törődj bele, és tessék magadnak megszerezni a továbbit. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha sikerült egy-két embernél már ezt elérnem, az is nagyon jó, és az is nagyon jó, hogy a 16 emberből 4-nek majd, hogy nem biztos állást ígértek a gyakorlati helyen, ahol végezték. Hogyan kellett megszervezniük a vizsgát? Az elméleti vizsgáról beszéljünk most még csak. Tételeket kaptak, tételsort kaptak elméletből 20, hát igen, komplex tételük volt, gyakorlatból pedig 17, és hát itt az óvodában Erzsika olyan ügyesen megszervezte, hogy nagyon korrektül lement az egész vizsga rész, és tényleg nagyon flottul, mondjuk neki már gyakorlata van ebben. Úgyhogy... Na nézzük akkor, minden volt elég ez a gyakorlat. Mit jelentett a résztvevők számára a gyakorlati oktatás? Amit elméletben megtanultak, nagyon jól, mert tényleg Magdika a saját 40 éves gyakorlata, ahogy elmondta, alapján, és ő nagyon-nagyon jó vonéni volt, jól szervezte, én ismerem, hát mi dolgoztunk együtt, azokat az éveket, azokat a csoportokat, aki az ő keze alatt ment, profi módon közösségé alakította, és tudta a Dajka feladatát, ő nagyon jól előkészítette ezt. Bejöttek a csoportba, szét kellett, először is megismerték az egész óvodát, meg kellett, hogy ismerjék a napi rendet, a szokásrendet. Itt az óvodában a helyi programunk legfőbb vonulatát, és akkor utána jöhettek be csoportba. Szétosztottam őket, mindenki megismert minden csoportot. Két-két óvónéni jutott egy-egy csoportba, vagy három, és mentek csoportra, az első héten csoportra, a szokásrendszereket minden csoportba, az óvónéniket, az ott dolgozó dajkákat minden csoportba megismerték, a gyerekeket, és akkor utána a következő héttől saját maguk által választott csoportba mehettek, hát arányosan kellett elosztani. Persze, választani, mindenhova. Így van, és akkor az óvónők irányítása alatt végezték a munkájukat. Megismerték a csoportok napi rendjét, szokásrendszerét, megismerték az napi életüket, tevékenységeket, és akkor
amit tanultak, mindig abba a folyamatba kapcsolódtak be. Ha a játékról tanultak Magdikával, akkor az volt a feladatuk, hogy kapcsolódjanak be a gyerekek fogadásába, a gyerekek játékába, egyaránt az udvaron is, illetve a csoportszobában is. Ha az étkezésről tanultak, az étkezés előkészítéséről, akkor ezeket a munkálatokat végezték, segítették. Ha takarításról, akkor ezeket a munkákat kellett nekik segíteni, végezniük. Nagyon sokat kellett dolgozni, azért 8 óra hosszát töltöttek az óvodába, ez nem kevés idő, és nem is annyira könnyű. Tudjuk, hogy a dajka munka egyébként is nagyon sokrétű és nagyon fárasztó, hiszen segíteni kell a óvodapedagógus munkáját, példát kell adni szülőnek, példát kell adni gyereknek, empatikusnak kell lenni, kedvesnek, türelmesnek, illetve még mellette a fizikai munkát is el kell végezni, ez pedig a takarítás, a napi takarítási munkálatok, illetve mindenféle növényápolás, ami, és itt még nálunk kiegészül a konyhai munkával, ami szintén nem annyira könnyű. Bár most így voltak elegen hozzá, és akkor... Kicsit talán könnyebb. Mint az óvoda vezetője, hogyan látta, amennyiben lehet ezt kívülről látni, hogy egyrészt segítette a felnőttek munkáját, hogy itt voltak a hallgatók, a gyerekeket mennyire zavarta az, hogy hirtelen 2-3 idegen néni jön oda a csoportba? Nem zavarta őket, hiszen nagyon tapintatosan kapcsolódtak be a csoport életébe. Először megfigyelőként, aztán egyre aktívabban. És az első momentum az ugye a játékba való bekapcsolódás volt, és ez alkalmat adott a Dajka néniknek a lendő. Most már nem lendő, hanem ma már dajkák lettek a Dajka néniknek arra, hogy játék közben ismerjék meg a gyerekeket. Ez nagyon-nagyon jó tevékenység, én úgy gondolom arra, hogy elfogadtassák magukat, hogy együtt játszanak a gyermekekkel, segítik a tevékenységüket, ötletet adnak a játékba is. Hát nagyon pozitív tapasztalataim vannak, gyorsan bekapcsolódtak a Dajka nénik, és nagyon kedvesek voltak a gyerekekkel, és aktívak. Szerintem sokan jöttek más területről, akik más munkaterületről, akik nem ismerték ezt a tevékenységet, és nagy kedvel végezték nálunk. A legtöbb képzésnél sajnos elmondhatjuk azt, hogy az elmélet és a gyakorlat elég távol van egymástól. Ha most Erzsike nagyon őszinte, akkor mi az, ami az elméleti képzésből esetleg hiányzott egy kicsit? Ám bár elmondta, hogy Magdika milyen magas színvonalú munkát végzett, de van valami, ami esetleg úgy gondolja, hogy beilleszthető a Dajka képzésbe, annak az elméleti részébe? Én nem a szakmai felkészültséget mondanám, hanem inkább hangzott itt az előbb Magdikától, hogy ők munkanélküliek, és ugye a munkaügyi központ is szervezte ezt a tanfolyamot. És a munkavilágától egy kicsit távolabb álltak már. És talán, hogyha be lehetne éleszteni, akkor egy kicsit arról kellene beszélniük, hogyha valahol egy közösségben megjelennek, és munkát vállalnak, akkor az milyen kötelezettséggel jár. Tehát a pontos megjelenés, és nem lépek ki akkor, amikor én gondolom, nem megyek rágyújtani, amikor én gondolom. Tehát ezek már most egy kicsit távol kerültek a munkanélküliségtől. De nagyon érdekes, amit mond, hiszen ezt elég sokszor halljuk, hogy akik kiesnek hosszabb időre bármiféle munkaterületről, az tulajdonképpen abból a gyakorlatból is kiesik, hogy most föl kell kelnem, most időre oda kell érnem, ott ilyen-olyan módon megjelenni, és viselkedni és munkát végezni. Másik dolog meg, akik dolgozunk, tapasztaljuk, hogy azért apró kis köhögésekkel, ilyen dolgokkal úgy nem lehet csak úgy lelépni, hogy na most aztán én beteg vagyok, és már be sem teszem a lábam hetekig. Tehát ezek a dolgok a munkavilágában ma már nem mennek. Valaki vagy dolgozik, teszi a dolgát. Talán erről jó, hogyha hallanak. Nem is mondom, hogy annyira jellemző volt erre a csoportra, sőt, egyáltalán nem, de úgy hosszú távon, hogyha végignézek a munkanélküliek világára, talán ez. Tehát itt már ez egy hasznos dolog. Vannak közfoglalkoztatottak, és akkor ez egy hasznos információ lenne. Kérek szépen még egy-egy rövid értékelést mindkettőjüktől. Magdika már ugyan elmondta, hogy jól érezte magát, hasznosnak találta a tevékenységet. Mi az, amit még úgy elvisz magával tanulságképpen?
Tanulságképpen? Talán azt, hogy ezeket az embereket sokkal érzékenyebben érintik dolgok. Tehát valahogy úgy kell hozzájuk nyúlni, hogy megfelelő motivációt kapjanak arra, hogy legyen értelme tanulni, és ne csak az a támogatási összeg motiválja őket, amit esetleg kapnak a munkanélküli központtól. Tehát valljuk be őszintén, ilyen jelentkező is volt, aki csak kizárólag azért, mert más jövedelme nincs. És akkor itt ülök kényszerből, muszájból. És akkor inkább itt ülök, igen. Tehát ez nem fog annyi motivációt nyújtani nekik, hogy amint elmondta Ezsike, visszavezethetők legyenek majd a munkavilágába. Legközelebb, ha felkérik, vállal ilyen feladatot? Természetesen vállalom, ameddig bírom, mert hogy én már nyugdíjas vagyok, és igen, tudjuk. Nyugdíj cselednék otthon, de nagyon földobott ez a tanfolyam, tehát jól esik megint kicsit megmérettetni magam más vonalon, és nem a gyerekekkel. Úgyhogy jó volt. Jó. Ezsike, egy kis értékelés. Hát én úgy gondolom, hogy nekünk is nagy sikerélmény volt ez a tanfolyam, nekem is és a kollégáimnak is személy szerint. Jó volt látni, hogy fiatalok érdeklődnek a szakma iránt, és szívesen végzik, és örömünket verik ebbe a munkába. Nagyon hasznos volt számukra és számunkra is. És én csak köszönöm, hogy én ebben részt vehetek. Örültem most a vizsganapnak, nagyon boldog vagyok, hiszen nagyon-nagyon jól vizsgáztak a tanulók, szinte mindenki kiválóan. Gyönyörűen feleltek, hallgattuk, Mampikával ott voltunk végig. Úgy gyakorlati téren, mint elméleti téren. Hát boldogok voltunk mind a ketten, azt hiszem. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok a végzett Dajka néniknek is, és önöknek is, amennyiben lesz ilyen következő lehetőség. Köszönöm szépen.